Sokan érdeklődnek a GED Extra után. A gyermekvállalást és a munkába állást is ösztönzi a támogatás. A legkisebbeknek szól az új mesebolt bemutató, zenével varázsolja el a kicsiket az előadás. Kikapott a Falkó Pakson, 6 percig tudták tartani magukat a sárga-feketék a 15. fordulóban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Prikazovics Ferenc. Jó estét kívánok! Sok az érdeklődő, de még kevés kismama igényelt a GED Extrát Szombathelyen. A 2014. január 1-én életbe lépett változás kibővíti az ellátások körét a több kisgyermeket nevelő szülők esetében. Kedvezőbb a kismamák munkavállalási és a tanulási lehetősége is. Tehát most tehát az a lényeg, hogy egyidejűleg több ellátást vehet igénybe a kismama. Újdonság a 2014-es évben, hogy a családbővítést tervező pároknak nem kell lemondani az idősebb gyermek után járó ellátásokról, hanem egyszerre kapják mindkét, esetleg több gyermek után a juttatásokat. Ilyenkor a kismamának semmi más dolga nincs, mint az újonnan született gyermek után az ellátást a foglalkoztatójától tudja igényelni, és a foglalkoztató pedig, amennyiben kifizetőhelynek minősül, ő saját maga folyósítja, illetve ha nem, akkor hozzánk, mint szakigazgatási szervhez eljutatja. Nem csak családbővítés esetén ad kedvezményt az új szabályozás, hanem akkor is, ha visszamenne dolgozni a kismama, aki nem esik el a gyettől, hogyha a gyermeke egy éves kora után ismét munkába áll. Változás az is, hogy a gyermekgondozási díjra jogosultak köre kiegészül a felsőoktatási intézmények hallgatóival. Ők az úgynevezett diplomás gyedre lehetnek jogosultak. A változásokról és lehetőségekről a www.oep.hu internetes oldalon jelent meg részletes tájékoztató. Az elmúlt napokban sok volt az érdeklődő, de még kevés kismama igényelte a GED Extrát Szombathelyen. Igen, tervezünk, de nem ezzel összefüggésben, tehát nincs ezzel összefüggésben, ezzel a változtatással. Három gyermekünk van, és jelen pillanatban most próbálunk utána járni, hogy mi az a lehetőség, ami számunkra ezzel a jogszabályváltozással megnyílik. A decemberi adatok szerint 1583-an veszik igénybe a GED-et Vas megyében, és 274-en jogosultak terhességi gyermekágyi segélyre. Országosan 20 milliárd forintot szán a kormány a közfoglalkoztatásban résztvevők képzésére. Vas megyében betanított parkgondozók képzésen vehetnek részt 79-en, az oktatást a Herman iskola szervezi. Növény- és kertészeti ismereteket tanulnak a résztvevők. Oladon egy játszótéren dolgoztak ma a program résztvevői. Tennivaló van bőven. Szombathelyen 29-en vesznek részt a parkgondozói képzésen. Nekik ma gyakorlati napjuk volt. A Szompark jelöli ki a gondozandó városi területet és az eszközöket biztosítják. Több parkban is dolgoztak már a városban. Mi a képzési tematikának megfelelően a gyakorlat előtt a gyakorlatvezetőkkel egyeztetve igyekszünk kijelölni az adott képzésnek, képzési tematikának megfelelő gyakorlati helyszínt, és hát ez több esetben is több rétegű, több szintű gyakorlatvégzésre ad lehetőséget. E Herman Otto szakképző iskola szervezi a képzést, december elején indult 150 órás kifejezetten közfoglalkoztatottak számára. A közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan veszünk részt ebbe az oktatásba. Betanított parkgondozókat képezünk 150 órába is három helyszínen, Szombathelyen, Körmenden és Sárváron. A résztvevők a parkok gondozásához szükséges, például növény- és kertészeti ismereteket szerezhetik meg a képzés ideje alatt. Ellenképzésünk 4 modulból tevődik össze. A munkavállaló ismeretek modulba integráltunk egy kötelező elemet, egy ilyen összismereti modul részt, ami egy általános tájékoztató ismeretet tartalmaz, a többi modulunk pedig a parkgondozáshoz, kertészethez tartozik. A képzés a jövő héten zárul. Országosan 20 milliárd forintból valósul meg az Újra Tanulok elnevezésű program, amely 2015 közepéig tart. Várhatóan 100-120 katona járja majd végig a Doni Hősök emléktúrát. Január 24-én Balogunyomból indul majd a menet. A megemlékezés koszorúzásokkal és szentmisével zárul majd Szombathelyen.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya idén is megrendezi a Doni Hősök emléktúrát. Vas megyében a kiindulási pont Balogunyomban lesz, míg az utolsó állomás Szombathelyen a Székesegyház előtt. Balogunyomban kezdünk, 23-án este megemlékezés, ják, itt csak gyertyagyújtás, pornópáti, horvátlövőn megemlékezés, vaskeresztes felsőcsatár, ott szintén megemlékezés, és Narnán keresztül Szombaton megyünk be Szombathelyre, ahol a Székesegyháznál zárómisét szerebrál nekünk Veres András püspök atya. A tervek szerint a kétnapos emléktúra alkalmából mintegy 100-120 fős katonai menetoszlop járja majd végig az említett vasi településeket. A résztvevők között zömében magyar tartalékos katonák és katonai iskolás fiatalok lesznek, de a NATO tagállamokból is érkeznek majd küldöttségek. Önmagában már az, hogy menetoszlopot lát a polgár, az látványosságban most ugye egyre kevesebbet lehet látni. A másik fő jelentősége pedig az, hogy ugye második világháborúban használt felszereléssel és egyenruházatban vonul a csapatnak a zöme, tehát gyakorlatilag kicsiben a második magyar hadsereget lehet látni. A Doni Hősök emléktúra alkalmából Szombathelyen két kiegészítő programot is tartanak majd. A német küldöttség tagjai kilátogatnak a temetőbe az elesett honfitársaik sírjaihoz koszorúzni, valamint lesz egy ünnepség a vasútállomáson is, a frontra induló magyar katonák emléktáblájánál. Mintegy 1 millió forintnyi adományt kapott az Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ. A Lioness cégcsoport gyűjtötte az ajándékokat. Gyümölcsöt, csokoládét és fejlesztő eszközöket is vittek a gyerekeknek. Még áll a karácsonyfa az Aranyhíd Nevelési Oktatási és Integrációs Központban. Sőt, rengeteg ajándék került a fa alá. Csocsóasztal, plüsállatkák, labdák és tornaszőnyeg is. Az adományt szerdán vehették át a gyerekek és a pedagógusok. Különböző érzékszervi fogyatékosságoknak megfelelő játékok, aztán, hogy a másik végletet mondjam, a gyümölcs, ami nekünk nagyon fontos, és kapunk az intézményben elég gyakran, vagy rendszeresen gyümölcsöt, ingyen az iskolák kapnak, de azért nem mandarint, nem banánt és nem narancsot. A finomságok mellett mozgáskoordinációt fejlesztő és logikai játékok is kerültek a fa alá a cégcsoport szombathelyi munkatársainak jóvoltából. Tavaly évvégén a szokásos bulinkon jött az ötlet, hogy ne egymást ajándékozzuk meg, hanem segítsünk másoknak. Abból indultunk ki, és kiválasztottuk ezt az iskolát. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó helyre kerülnek az ajándékok. A most átadott adományok közel 1 millió forintot érnek. Ez volt az első, de nem az utolsó ilyen akció, ugyanis a tervek szerint rendszeres lesz az együttműködés. A cég a jövőben is igyekszik segíteni a rászorulóknak. Új előadást mutat be a Mesebolt Bábszínház Szombaton. A Szerelmükből születtem én című darab a legkisebbeknek, a 4 éves kor alattiaknak szól. Szöveg nélkül, zenével és érzésekkel igyekeznek hatni a gyerekekre, miközben a felnőttek számára egy történet kerekedik ki. Egy jelenet az előadásból, a Mesebolt Bábszínház felvételeit látják. Ez az új darab, amely a hagyományos előadásokhoz képest szöveg nélkül igyekszik a gyerekekre hatni, érzésekkel, hangukkal, aminket körülvevő tárgya felhasználásával. A bemutató Szombaton lesz, de látták már bölcsödések. A legtöbb résznél azt éreztük, hogy a gyerekek jönnek az előadás energiájával, rá tudnak csatlakozni, és az, ahol pedig úgy éreztük, hogy elvesztik, az nagyon tanulságos volt, és segítette a munkánkat olyan szempontból, hogy átalakítsunk bizonyos részeket gondolatilag, szerkezetileg, hozban. A Bábszínház nem egy felnőtt előadás, egyszerűsített, rövidített változatát mutatja be a gyerekeknek, mondta Kovács Géza. Olyan síkon, gondolati, zenei eszközökkel építik fel a darabot, amit még nem csináltak. Túllép a történetmesélésen, túllép a mondókákon, a család fontosságáról beszél, a gyerek születéséről, apa-anyáról, apa-anya, kicsi gyermekről, és olyan érzékelés és olyan érzelmi szinteken fogalmaz meg verbalitás nélkül, ritmusokkal, játékokkal, ami szerintem nagyon mély rétegben megérinti a gyerekeket. A Bábszínház az idei esztendőben is több bemutatót tervez. Egyebek között egy marionett előadást is látott nem sokára a közönség, annak a próbái már javában zajlanak.
Több fesztiválra is meghívást kapott a társulat, ezek között nemzetközi fellépések is lesznek. Sima 84-61 arányú vereséget szenvedett a Falco Trend Optika KC élvonalbeli férfi kosárlabda csapat a Pakson a pontvadászat 15. fordulójának záró mérkőzésén. A szombathelyiek így továbbra is a sereghajtók között állnak a bajnokságban. Kifejezetten rossz előjelekkel utazott a Falco KC kosárcsapat a Paksra, az atomerőmű ESA elleni bajnoki összecsapásra, ugyanis a szombathelyektől Simon László sérülés, míg Perl Zoltán betegség miatt nem tudta vállalni a játékot. A kezdőtösben szerepet kapó Chad Timberlake is csak Saigó Bokával tudott pályára lépni. Mindezek ellenére jól kezdtek a vasi sárga-feketék, a 6. percben még ők vezettek 11-10-re. A nyitónegyed végén azonban már a magasabb sebességi fokozatba kapcsoló atomvárosiak jártak előrébb 6 ponttal. A második 10 percben aztán teljesen váratlanul összeomlott Angel Commandis együttese, így pedig a félidő zárásakor már 48-28-as paksi vezetés állt az eredményjelzőn, azaz gyakorlatilag el is dőlt a derbi sorsa. Térfélcserét követően már a haziak sem igen tettek komolyabb erőfeszítéseket annak érdekében, hogy tovább növeljék előnyüket, ennek köszönhetően pedig a vasiak lépést tudtak tartani velük. Ettől függetlenül a Falco 84-61-es veresége teljesen jogos, a listavezető ellen gyakorlatilag csak 6 percen keresztül volt képes partiban lenni a szombathelyi együttes. Angel Commandis legénysége a paksi zakónak köszönhetően továbbra is a tabella alsó régiójában tanyázik. A sárga-feketék legközelebb szombaton 18 órakor lépnek pályára, amikor a Pécs csapatát fogadják az Arena Szaváriában. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Friss híreinket pedig a szombathelyi7.hu hírportálunkon olvashatják. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.